Ebben a mai videóban a multikollagénről lesz szó. Szeretettel köszöntök mindenkit, itt Ujjai Szabolcs Zoárd. A kollagén pótlásával kapcsolatban mindig felmerül az a kérdés, hogy milyen kollagénfajtát vigyünk be adott problémára. A multikollagén ezt a gondot megszünteti, mivel 5 kollagénfélét tartalmaz egyszerre. Van benne 1-es, 2-es, 3-as, 5-ös és 10-es típusú kollagén is, az emberi szervezet számára ideális arányban. A többféle kollagén bevitele egyszerre készítményekkel azért jobb, mintha csak egy vagy két fajtát fogyasztanánk, mert amikor ételeket eszünk, például húsokat, akkor is több fajtát fogyasztunk, tehát az a természetes a szervezetünk számára, ha egyszerre több áll rendelkezésre. A Mannavita webshopban a multikollagénre rákeresve már is láthatók a találatok. 450 g-os kiszerelésben rendelhető, illetve van belőle 2 és 3 darabos csomag is, amelyekre kedvezmények vannak. A Mannavita multikollagénből, ha napi 15 g-ot fogyasztunk, ami viszonylag nagyobb dózisnak számít, egy tégely 30 napra elegendő adagot tartalmaz. Ez a multikollagén hidrolizált, ami azt jelenti, hogy a kollagén le van bontva, elő van készítve, így az emésztőrendszerünk könnyebben fel tudja dolgozni, könnyen meg tudjuk emészteni. Az első összetevője a marha kollagén, mely nagyrészt 3-as típusú kollagént tartalmaz, de 1-es is van benne. A második összetevője a hal kollagén, melyben többségében 1-es típusú kollagén található. A harmadik összetevője a marha porcokból kinyert 2-es típusú kollagén, mely jobb minőségűnek mondható, mint a csirkéből kinyert változat. És van benne tojáshéj membrán kollagén is, mely az 5-ös és a 10-es típusú kollagént biztosítja. A multikollagén bevitele fogyasztása rendkívül egyszerű, 7,5 g-os adagoló kanalat tartalmaz, melyből naponta 2 adagot keverjünk el valamilyen folyadékban, és ígyuk meg. Könnyen feloldódik, bármilyen folyadékban nem csomósodik. Ideális a kollagént magas C-vitamin tartalmú italokkal, például homoktövislével, gyümölcs vagy zöld turmixokkal, limonádéval bevinni, de kókusztejjel is ihatjuk. Multikollagén nem változtatja meg az italok ízét, így alapvetően bármibe keverhető, még akár kávéba is. A kollagénnek nem igazán ismertek mellékhatásai, a testünkben ugye a legnagyobb arányban előforduló fehérje, tehát ritkán okoz ellenreakciót, allergiát. A kollagént először is hasznos pótolni a bélrendszer állapotának javításához, még akkor is, ha semmiféle bélrendszeri problémát nem tapasztalunk. A kollagén segít visszaépíteni a károsodott bélfalat, támogatja az egészséges bélflórát és erősíti a gyomorsavat is, tehát a hatására az ételek jobban megemésztődnek már a gyomorban. Mivel az autoimmun betegségek összefüggnek bélrendszeri problémákkal, ezért az összes autoimmun betegség esetén ajánlható a rendszeres bevitele. Az érfalak károsodásánál is jelen van a kollagénhiány, az érfal szövetek meglazulnak, apró lyukak keletkeznek rajta a kollagénhiány miatt, ami gyulladásokat eredményez, többek között ezért szállítja oda a koleszterint a szervezetünk, hogy ezeket az érfal hibákat betapassza. Tehát szív- és érrendszeri problémák esetén a kollagénpótlás ugyancsak fontos, mert az érfal hibák alapokát orvosolhatjuk vele, tehát az ott lévő szövetek regenerálását. A kollagén alapvető fontossága az ízületek és a porcok regenerálásához, főként a 2-es típusú kollagén, de a többi is segíthet az olyan problémákon, mint a hátfájás, a tértfájdalom, az ízületi gyulladás vagy a porckopás. A 2-es típusú kollagén tartalmaz természetes glükozamint és kondroitint is, azt a két fő vegyületet, amit általában ugye ízületi és porckészítményekbe mesterséges formában tesznek bele. És végezetül a kollagén pótlásával felléphetünk a testünk általános öregedésével szemben is, a bőr, a csontok és az izmok fő összetevője a kollagén. Multikollagént lehet adni gyerekeknek is, illetve terhesség alatt is szedhető. A kollagén szedhető magas vérnyomás esetén, illetve pajzsmirigy és cukorbetegség alatt is. Ha újabb fajta vérhigító, véralvadásgátló gyógyszereket szedünk, ajánlott a gyógyszert és a kollagént fél óra eltéréssel bevenni.
Malavita multikollagén zöld hűveletetett marhákból, illetve vadon élő halakból származik. Nem tartalmaz tartósítószereket, glutént, hozzáadott cukrot vagy tejet, GMO-mentes, paleo és ketogén barát termék, OGA-nél regisztrált étrendkiegészítő. További infókat róla a www.multikollagen.com oldalon és a Mannavita webshopban találsz. Itt felül most megjelenik a webáruház linkje, de a videó leírásában is megtalálhatók ezek a hivatkozások. Ha vannak további nyitott kérdéseid, nyugodtan írd meg nekem, látható az e-mail címem is, illetve telefonon is tudsz kérdezni, rendelni szakértő kollégáimtól. Sok pozitív változást kívánok a multikollagénhez, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!